Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért a mai műsorunkba. Kocsolai Tolna megye elsőszülött babája. Egy fiatal dombóvári férfi kér segítséget a gyógyuláshoz. Sikeres évet zárt a Kapos Szekcsői Önkormányzat. Második ízben rendezték meg a kistérségi dárc versenyt Dombóváron. Tolna megyében a 2022-es év első babája éjfél után 21 perccel látta meg a napvilágot a dombóvári Szent Lukács kórházban. Az újszülött spontán szüléssel jött a világra, édesanyja második gyermekeként. A család az 53 cm-rel és a 3360 g-mal született kisfiút erre a napra várta, így nem okozott meglepetés az újévi baba. Az édesanya és az újszülött január 4-én hagyhatták el a kórházat, és térhettek haza otthonukba, Kocsolára. Kocsolán a német családnál nagy boldogsággal indult a 2022-es év, miután éjfélt követően 21 perccel az édesanya világra hozta második fiúgyermekét, aki a német Zsolt János nevet kapta szüleitől. A 3,5 éves kisfiúknak szerettek volna testvért, szívük vágya szerint egy lányt, de a sors másként hozta. Ahogy a szülők mondják, a legfontosabb, hogy egészséges. Hát az orvosok mondták, hogy december 31-e vagy január 1-ére lesz meg. Nem hittem neki. Órát azt apuka tudja leginkább. Szilveszter napján. Fél 9-kor jöttek ki a mentősök, 9 órára benn voltunk, 3-4-12 fele elindították a szülést, és utána 0-21-kor meg is lett. A kórházba érkezést követően minden rendben zajlott le, ahol az apuka szorította felesége kezét és bátorította. Az első szülésnél is benn voltam, de itt a másodiknál igazából már kicsit izgultam is, jobban, mint az első szülésnél. Egy kisbaba érkezése mindig valami újat jelent egy család életében, még akkor is, ha nem az első gyermekről van szó. Az első hetek a babás életbe való visszarázódást tartogatják a család számára, nincs ez másként németeknél sem. 3,5 év után azért furcsa volt újra kisbabát fogni kézbe. Tolna megye első babájának nagy tesója pedig izgatottan számolta vissza a napokat, míg kisöccse hazajöhetett a kórházból. Örült neki. Az első 2 nap neki furcsa volt, de utána megszokta a babasírást is. Nem kell már fel rá, ugye. Meg megszokta nézni feláll a kis ágyhoz, hogy be van-e takarva az öcsikéje. Amikor terhes voltam, akkor a vasamat szokta simogatni, puszilgatni, hozzábúj, átöre, mindent csinált vele. Már nagyon várta. A fürdetésnél ugye egyszerre fürdettük mind a 2 picit, ugye hogy nem volt jó, mert a mostani újszülött baba ugye, ha sírt, akkor a Lacika is sírt, de most ilyen külön-külön fürdessük, és így ugye megszokták egymást. Etetésnél volt, hogy adtunk neki tápszert, oda jött, kipróbálta. Etette ő is szépen, cumis üvegből. Tetszett neki nagyon. Janika testvére már izgatottan várja, hogy segíthessen a babakocsi tolásában is a szülőknek egy-egy séta alkalmával. Minden nap azt akarja, hogy babakocsi volt legyük. Mindig mondogass a babakocsi, be van ugye a szobánkban, nagy babakocsi, meg itt is van kinek picike, mindig tologatni akarja. A mindennapok egyelőre a 4 fal között zajlanak a pici babával, a gyakorló anyuka kikérte szakember tanácsát a hideg időjárás miatt. Időnő tanácsa szerint jó pár napig még nem. Mert 4-én engedtek ki minket a kórházból, január 4-én, és javaslatára betartottuk a tanácsát, hogy még nem, majd 1 hét múlva minimum, akkor talán lesznek kis enyhülések. Rengeteget eszik. Napi 5-ször cicizik, az biztos, közben kap tápszert, ha úgy van, még megéhezni a pocak, de amúgy nem hosvályos semmi, nyugodt baba. Napi 3-4 orrországot végigarszik. Az édesanya nehezebben viselte második gyermeke érkezését, de kisfiának kézbevétele kárpótolta minden fájdalmát. A 3360 g-mal és 53 cm-rel született kisfiú névválasztásánál fontos volt, hogy a családi keresztneveket vigye tovább a másodszülött fiú is. Német Zsolt János. Papa után akartunk neki János nevet, Zsolti nevet meg a kis köröztfiam után, köröztfiunk után. A család nem zárkózik el egy 3. gyermek vállalásától sem, mikor a fiúk már egy kicsit nagyobbak lesznek.
Tavaly tavasz óta már rengeteget küzdött a Dombóváron élő 19 éves fiatal férfi, akinél a hazánkban a rossz indulatú daganatos megbetegedések 1-2%-át kitevő nyirok-sejtekből kiinduló megbetegedéssel diagnosztizáltak. A betegség több kórképet foglal magába, az egyes típusok több szempontból is eltérnek egymástól, így különböznek az érintettek életkorában. A gyógyuláshoz hosszú út vezet, ehhez kér segítséget a férfi családja. Dombóvár központjában a polgármesteri hivatal szomszédságában található egy kupakgyűjtő szív. Január 1-től az ebben elhelyezett műanyag kupakok egy helyi fiúnak gyűlnek. Kalocsa Péter tavaly márciusban esett át a koronavíruson, mely után a nyirokcsomói megnagyobbodtak. A család egyből orvoshoz fordult, jött a PET-CT, biopszia, majd jött a megrázó hír, súlyos betegséget diagnosztizáltak. Egy hónap múlva ugye jött a következő ilyen tragédia, hogy hát sajnos ez leukémiába is átfordult a Péternek. És tényleg úgy volt, hogy amikor az utolsó napon érettségizett a Péter németből, akkor ugye délbe letette a tollat, és egy órakor már Kaposváron voltunk, és felvettük az első kemoterápiát. Ugye nem tudtuk, hogy mivel állunk szembe, olvasgattunk, próbáltunk érdeklődni utána, hogy ez mivel jár. Az az igazság, hogy elég őszintén megmondták az orvosok, hogy ez milyen betegség, aztán azt, hogy mi várható, de nagyon biztattak minket azzal, hogy nagyon nagy esély van a gyógyulásra, szinte a férfi betegségek, daganatok közül ez a második legjobban gyógyítható betegség. Péteren látszott, hogy egy pillanatra megtorpant, és elgondolkodott rajta. Talán láttuk is rajta azt, hogy magába azt mondja, hogy miért pont én? Hogy minket, családot? Minket nagyon. Egy anyának? Ez sírás nélkül nem lehet. A barátok mellette álltak, próbálták ők támogatni, ahogy lehetett. Jönnek, látogatják. Igaz, hogy ez egy nagyon különleges látogatás, mert ilyen ablaklátogatásnak hívjuk, ugye be nem jöhetnek a Péterhez, mert az immunrendszere nagyon gyenge, de azok a barátok, akik ugye az általános iskolából 8 éven keresztül, illetve ugye a középiskolába 5 éven keresztül barátok, azok a mai napig látogatják, hívják telefonon, messengeren, úgyhogy nem hagyták el. Szerintem ez is egy nagy támogatás a Péternek, hogy azok a barátok, akik eddig is barátok voltak, ezután is barátok maradtak, hogy a betegség így megtámadta ugye a Péternek a szervezetét. Nincs olyan nap, hogy valaki ne keresné, ne hívná. Szerintem ez is egy nagy támogatás a Péternek, hogy a bajban ott vannak a barátok mellette. Az elmúlt hónapok számos megpróbáltatás elé állították a fiatal férfit. Betegségét a Péternek, ez csak kemoterápiával gyógyítható, illetve ugye alternatív gyógymódokkal. Na most a Péter ugye körülbelül 80 kemoterápiás infúziós kezelésen van túl. Jelen pillanatban háromféle kemoterápiás tablettát szed, ami ugye nagyon megviseli neki a szervezetét. Az, amit okoz neki az infúziós kezelés kemoterápia gyanánt mellékhatásként, az működik neki most ugye a tablettánál is sajnos, de nagyon szépen javul, alakul, úgyhogy várjuk az eredményt. Kétszer vettek tőle csontvelő biopsziát, az elsőnél még nagyon magas számok voltak, most 0,25%-nál tartunk, ami azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó eredmény, de ugye ezt is ki kell neki, ezt a 0,25%-ot takarítani a szervezetéből. Úgy néz ki, hogy március végéig kell ezeket a tablettákat szedje, és ott fog eldőlni újra egy PET-CT és egy csontvelő biopszia által, hogy a Péternek lesz-e további kezelésre szüksége, avagy sem. Az alternatív gyógymódokról annyit mondanék, hogy olvasgattunk, keresgéltünk, találtunk sok mindent, úgymond kétfajta, számomra csodaszer, amit megtaláltunk a Petinek. Azt használjuk a mai napig is, nincs olyan nap, hogy elhagynánk, illetve vitaminokkal próbáljuk a szervezetét fenntartani. A 19 éves Kalocsa Péter rengeteg megpróbáltatáson, fájdalmon és küzdelmen van túl, de Peti gyógyulni akar, és mielőbb maga mögött tudni a problémát. A családi kassza véges, minden segítség, anyagi támogatás jól jön számára.
Erre hivatott a kupakgyűjtő szív is Dombóvár központjában. Nagyon sokan megkeresnek, akár házhoz is hozzák nekem. Nagyon sok falu, város támogat minket, nem csak Dombóvár ezzel a szívvel, hanem más falvakban is. A Mágocsi önkormányzattól megkerestek minket, és 9 zsák kupakkal, illetve egyéb más támogatással, amit szeretnék most is megköszönni nekik, és bárki, aki valamilyen formában is támogatott minket, nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esik, hogy ennyien tényleg támogatják, mind anyagilag, mind erkölcsileg, nagyon sok levelet, üzenetet, telefonhívást kapunk, hogy drukkolnak, velünk vannak, szorítanak nekünk. Egy hős a Péter, az biztos. A vírus helyzet és a megszorítások ellenére stabil, sikeres évet zárt a kaposzekcsői önkormányzat. Számos fejlesztést sikerült megvalósítaniuk 2021-ben, és a közösségi programok nagy részére is sor kerülhetett. Az idei évben a település vezetés szeretné folytatni a beruházásokat, pályázatot adtak be többek között egy bölcsöde kialakítására, és új szárnyal is bővítenék a helyi iskola épületét. Sikeresnek értékeli a 2021-es évet Kaposszekcső életében a település polgármestere Vadáci Csiba Zsuzsanna. Mint mondja, a járványhelyzet okozta megszorításokat, ők is megérezték. Sok volt a megszorítás, de ennek ellenére én azt mondhatom, hogy Kaposszekcső jó, stabil évet zárt, és egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Sajnos 3 díszpolgárt ismét elvesztettünk, így az elmúlt másfél év alatt 4-en mentek el közülünk. Az idejében Lőcz Konrád, illetve a tavalyi évben 21-ben Lőcz Konrád, Szabó Zoltán, illetve Veszeli Józsefné távozott közülünk. Viszont örömteli volt, hogy egy új díszpolgárt, egy neveset is avathattunk, dr. Havasi Jánost, aki falunk szülöttje és ápolja is a kapcsolatot folyamatosan szerencsére a településsel. A közösségi programok nagy részét sikerült megvalósítaniuk az elmúlt évben. Sikerült megszervezniük a falunapot, amely minden évben nagy rendezvénynek számít a település életében. 2021-ben sem volt ez másként. A program egyik kuriózuma volt az úgynevezett szájtlökárt bemutató, amit az országban elsőként Kaposszekcsön tartottak. A száguldás szerelmesei versenyeztek saját maguk által épített autóikkal a faluban. Felvidékre is sikerült elutazniuk a Régiók Ízei elnevezésű gasztrofesztiválra, ahol a kaposszekcsői asszonyok főzni tudásának köszönhetően 2 díjat is kiérdemeltek a zsűritől. Külön öröm volt az önkormányzat számára, hogy a testvértelepülésekkel személyesen tudták ápolni a kapcsolatot. Október 16-án Felső-Szeliből egy kisebb delegáció érkezett testvértelepülésünkről. Ők, ez egy baráti, nem hivatalos delegáció volt, hanem egy baráti társaság jött, amikor tudtak, és az előző évben elhunyt Papp Péter emlékére állítottak egy kopjefát az iskola melletti parkoló mellett. Ez a műfüves pálya mellé kerül direkt, mert hogy Papp Peti, ugye, ahogy tudjuk is, a Szekcsőnek és a környéknek az egyik meghatározó fiedzője volt, és szívén viselte a környéknek a foci fejlődését, és szerintem mindenkinek barátja volt, és ezt hivatott zárt körbe szerették volna megszervezni, tehát egy zárt körű kopjafa állítás volt, de azóta is lehet látogatni ezt a kopjafát és megemlékezni Péterről. A nyári időszakban táborokat szerveztek a gyerekeknek, és megtartották a szüreti fesztivált, valamint az adventi kézműves vásárt. Október végén, az idősek napján 2021-ben elkészült fejlesztéseket is sikerült átadni. Mint említettem is, október 29-én az éves fejlesztéseket át is tudtuk adni, de azért itt adtuk át a tavalyi év végén elkészült Kossuth Lajos utcát is, de a 21-es évben is szép számmal voltak fejlesztéseink. Átadásra került a Liget lakótelepi játszótér mellett a fitnesspark is, aztán a KMB irodát szeretnénk létesíteni ugye a falunak az egyik forgalmas csomópontjába, Tarkarékszövetkezetnek az épületét erre megvásároltuk, most voltak itt pont a héten a megyei rendőrségtől, hogy lassan átveszik az épületet, annak a környékét is rendeztük. Aztán elkészült a főzőkonyhának az energetikai fejlesztése, átalakítottuk a hulladékgyűjtő részeket, a szelektív hulladékgyűjtő részeket, illetve olajgyűjtőket is helyeztünk ki a településen. Megújult a hivatal előtti park,
aztán 37 millió forintból kerékpárút felújítás valósult meg, ami már nagyon életveszélyes és rossz állapotú volt a Liget lakótelep és a település központi része között. Itt a közúttal együtt sikerült mellette a terepet is rendezni, ők kivágatták a nagy veszélyes, életveszélyes fákat, mi kiszedettük a tuskókat, ők pedig 156 új kis facsemetét ültettek. Az idei évben szeretnék folytatni a beruházásokat, minden pályázati lehetőséget ki fognak használni. A tejcsarnoknak a felújítása is nyert, már ebben a 21-es évben, a megvalósítása ez most fog megvalósulni, már 22-ben, illetve felújítottuk a faluház mellett, vagy a közösségi ház melletti kis konyhánkat, valamint gyakorlatilag a Fúvos Egyesület is két pályázatot is elnyert az előző évben, abban is némiképpen segítettünk, ahogy tudtunk. Pályázunk ismét kommunális karbantartó eszközökre, aztán szolgálati lakásra és egyéb magyar falus fejlesztésekre, de az, ami a nagy tervünk, és már bent van a pályázat, úgyhogy reméljük, hogy sikeres is lesz, mert nagyon nagy igény mutatkozna rá, az a bölcsödének a kialakítása, reméljük, hogy sikeres lesz a pályázat, illetve szeretnénk majd, hogy ugyan a Klik-nek a segítségével, tehát hogy a mi támogatásunkkal is, meg a közbenjárásunkkal is, hogyha az iskolának egy új szárnya épülne meg a közeljövőben. A településvezetés nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, és a vállalkozókkal is sikerült jó együttműködést kialakítani. Az önkormányzat abban bízik, hogy a 2022-es év is legalább annyira sikeres lesz a település életében, mint a 2021-es év volt. Dombóváron 2021 végén második ízben rendezték meg a kistérségi dartsversenyt, amelyre a városban élők mellett környékbeli települések lakóit is várták. Semmiféle megkötés nem volt, bárki nyilat ragadhatott, hogy kipróbálja magát ebben a sportban. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy az egyesület terme kicsinek bizonyult a verseny megrendezéséhez. A Dombóvári Darts Egyesület egy tartalmas évet tudhat maga mögött. A 2021-es évet egy kistérségi bajnoksággal zárták. Második éve kerül megrendezésre a Dombóvár kistérségi darts verseny. Ezt az önkormányzattal karöltve rendezzük. Ezt 8-9-10 Tolna megyei falu lakóinak, valamint az itt dolgozó embereknek rendezzük. Ez egy open verseny. Tehát itt nincsen megszabva, hogy ki indulhat, mármint egy lett igazolt, amatőr, most fogja meg először a dartsnyilat. Igyekszünk hát egy nagyon jó közösséget létrehozni. Itt olyanokat is próbálunk ide csábítani, aki tényleg most ismerkedik ezzel a sporttal. És hát nekik rendezzük minden év végén. A létszám az 22 lett idén. Lehetett volna sokkal több is, egyébként már csak abból kiindul, hogy a klubunk az 39 főt jelent. Hát ők csak 11-12 emberrel képviselik magukat. A többiek más darts klubot, valamint amatőr szintet képviselnek. Az idejévünket hát ugye áprilisban indultunk, sőt júniusban volt az első versenyünk. Hát kellemes, nagyon kellemes csalódással éltem meg ezt az egészet. Hát ugye közel 40 fős tag, az igazából mindent elárul, az edzések létszáma. Na, ez is nagyon kellemes csalódás. A Dombóvári Művelődési Házban található az egyesület terme, ahol időről időre újabb versenyekkel várják az érdeklődőket. A 2021-es év utolsó versenye alkalmával a darts helyiség falain kívül is állítottak fel táblákat, hogy mindenki kényelmesen versenyezhessen. A legfiatalabbakat nem riasztja el a kihívás, hogy esetleg tapasztaltabb dartsosok ellen álljanak ki egy-egy szetre. A gyerekkorom óta követtem a sportot igazából tévébe, papám szeretette meg velem. Nagyjából 8 éves lettem, amikor kaptam egy műanyag táblát, még soft nyilakkal dobáltam rá. Aztán ez kicsit elment másik irányba, nem játszottam egy jó darabig, és most két hónapja volt egy nagy darts esemény, és
ez miatt vettem egy táblát, vettem nyilakat, és ezért kezdtem el dobálni újra. Jövő évben ugye lesz a házi bajnokság ismét, mint tavaly. Hát itt szeretnék az első 10-be bekerülni. Nehéz lesz, meg van egy nagyon jó barátom, vele mindig kikapok tőle, mert hát nem azt a szintet képviseli, mint én, de ellene szeretnék szoros meccseket játszani a jövőben. Napi 3 órát dobálok így, de szerintem az még egy kicsit kevés lesz. Matematikára épül az egész. Igazából meg egy finom rotorikus mozgás, ami akár szépírásba is segíthet meg ilyen dolgokba. A Dombóvári Darts Egyesület 2022-ben is szeretettel várja a sport iránt érdeklődőket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!